Két hónappal meghosszabbították az ingatlan telek és járműadók befizetésének határidejét, június 30-áig lehet egyenlíteni a felsorolt adókat. Kitart a polgármester jelöltje mellett a gyergyószentmiklósi RMDS, a felröppent hírekkel ellentétben nem léptetik vissza Bajkó Lászlót. Holnap még leteheti a lakosság a javaslatokat, szerintük a város mely területein lenne szükség térfigyelő kamerák elhelyezésére. Szeretettel köszöntöm nézőinket, a címek után már is jövünk a részletekkel, tartsanak velünk! A napokban jelent meg a hivatalos közlönyben az a kormány határozat, amely arról szól, hogy az eddigi március 31-i határidő helyett idén június 30-áig lehet egyenlíteni az épület, telek és járműadókat. Aki a határidőn belül kifizeti egész évre szóló adóját, adókedvezményben részesül. Azok, akik egyben fizetik ki tartozásaikat, mentesülnek a kamatok 70%-a alól, de erre a határidő marad március 31-e, vagyis holnap. Múlt szerdán meghozott sürgősségi kormányrendelet módosítja az adótörvénykönyv idei előírásainak néhány alpontját. A módosítások két kérdéskört érintenek. Az adónyilatkozatok letételének határidejét, mind fizikai, mind pedig jogi személyek esetében, valamint az épület, terület és gépjárműadó befizetésének határidejét. Eszerint az adónyilatkozatok benyújtásának határideje március 31-e helyett május 31-e lesz. Az épület, terület és gépjárműadó befizetésének határidejét június 30-ára módosították. Kizárólag a megnevezett három adó nemre vonatkozik, épület, terület és gépjármű tehát. Az egyéb illetékek, közterületfoglalás, például garázs illeték, vagy akár cégtábla, vendéglátói, szállásadói illetékek és hasonlók esetében megmarad a március 31-i határidő, tehát érdemes ezekre odafigyelni. Az elmúlt héten elfogadott sürgősségi rendelet értelmében az önkormányzati vezetés által megállapított adókedvezményben részesülnek azon személyek, akik a határidőig az egész évre szóló adókötelezettségüket kifizetik. Ez azt jelenti, hogy az épület, terület és autó után kiszabott ezévi adó teljes összegű befizetése esetén június 30-áig érvényben marad a helyi testület által jóváhagyott adókedvezmény, fizikai személyek esetén 10, jogi személyek esetén 6%. A gyergyószentmiklósiak többsége élt már a kedvezményes adófizetéssel és eleget tett kötelezettségeinek. A gyergyószentmiklósi adófizetők jó része azzal számolt, amit már korábban is tudott, hogy az idei jövedelmét, az első negyedéves jövedelméből ki kell, hogy gazdálkodja az első féléves adót. Ezért az adófizetők jó része élt ezzel a kedvezménnyel. A helyi önkormányzat abban bízik, hogy az a kevés százalék, aki mindeddig nem tudta ezt kigazdálkodni, vagy nem úgy csoportosította az éves jövedelmének az összegeit, rendszerint ezek jogi személyek szoktak lenni június 30-áig, akár a teljes összeges, kedvezményes befizetéssel is élni fognak. Fontos tudni azonban, hogy a 35/2016-os tanácshatározattal jóváhagyott, a kamattartozás 70%-ának eltörlésére vonatkozó szabályzat határideje a kormányhatározat következtében nem hosszabbodik. Ez változatlanul március 31-ig marad hatályban. Az adófizetőket Gyergyószentmiklóson a Fürdő utca 7 szám alatt várják, hétfőn, kedden és csütörtökön, reggel 8 órától délután 3 óráig, szerdánként délután is nyitva tartanak, egészen 18 óráig, pénteken pedig rövid programmal 13 óráig. Idéntől elektronikus átutalással is fogadja az adóbefizetéseket a helyi önkormányzat adóügyi osztálya. Az internetes platform a giseul.ro országos adatbázison keresztül érhető el. Ahhoz, hogy az oldalon fizetni lehessen, mostanáig felhasználó nevet és jelszót kellett kérni a polgármesteri hivatal adóosztályán. A napokban ez megváltozott, ugyanis ezentúl elég a honlapon megadni a személyi azonosító számunkat, azaz a csenepét és a bankkártyánk adatait. Ezután e-mailben kap az érintett egy felhasználó nevet és a hozzátartozó jelszót.
Elkezdődött Hargita megye tanácsa a magyar-román jó együttélési kódexe kidolgozásának a folyamata. A Nemzeti Kisebbségkutató Intézettel együttműködve a napokban találkozott Borbély Csaba megyeelnök az intézet vezetőjével, Horváth Istvánnal, aki arról tájékoztatta, hogy hamarosan 4 fókuszcsoportos interjút szerveznek magyar ajkú résztvevőkkel, Csík, Udvarhely, Gyergyó, Maros-Hévíz területen, majd ugyanennyi készül román ajkúakkal is ugyanezekben a térségekben. Nemzeti Kisebbségkutató Intézet elemzéseket készít és egyeztetéseket folytat e célból, az összes érintett felet megkeresve, a végső kidolgozott szöveget pedig a megyei tanács határozatban erősíti majd meg. A kódexet valamennyi helyi tanács elfogadhatja határozatban, így az beépülhet a megye jogrendjébe, ugyanakkor a megye alapszabályának melléklete is lesz a dokumentum. Március 25-én a Maszol hírportálon megjelent egy írás, amelyben kifejtették, elképzelhető, hogy Bende Sándor gyergyószéki területi elnök kezdeményezésére a gyergyószentmiklósi RMDS visszalépteti polgármester jelöltjét és az MPP jelöltjét támogatja a választásokon. Ezt a forgatókönyvet egy felméréssel indokolták. Bajkó László polgármester jelölt szerint nem Maros-Hévízről mondják meg, mi a legjobb a gyergyószentmiklósiaknak. A helyi RMDS elnöke pedig megerősítette, hogy a választmány kitart álláspontja mellett, továbbra is Bajkót támogatják. A Maszol hírportálon megjelentetett írás csak Bende Sándor egyéni véleménye, nem tükrözi a városi szervezet álláspontját, hangsúlyozza Bajkó László, akit egy héttel ezelőtt polgármester jelöltként mutatott be a gyergyószentmiklósi RMDS elnöke. Az ismertetett felméréssel kapcsolatban Bajkó megjegyzi, szerinte ennek készítői durván megsértették az írott és íratlan szabályokat, a kérdezőbiztosok toborzásának procedúrájával, valamint a kérdezett célközönség ellenőrizhetetlen kiválasztásával a kapott eredmény nem minősíthető hitelesnek. A városi szervezet 2015 őszén az RMDS országos vezetőségének a tudomására hozta polgármester jelölt állítási szándékát, ennek tudatában végezte és végzi munkáját. Az én álláspontom az, amire tudok támaszkodni, tehát én egy gyergyószentmiklósi polgármesteri jelöltséget, egy gyergyószentmiklósi szervezettől, egy gyergyószentmiklósi választmány döntésétől kaptam. Ennek a döntésnek alapjául szolgált 3011 ember aláírása névvel leadott. Névre is leadott, nem csak névvel leadott aláírása. Tehát az álláspontunk szerint a tegnapi megbeszélésen az körvonalazódott, hogy amit Bende Sándor nyilatkozott, az csak az ő álláspontja, semmi szín alatt nem tükrözi a gyergyóiakét. Én azt tudom mondani erre, hogy 4 évente megélénkül a politika iránti érdeklődés, és úgy néz ki, hogy ez alul nem kivétel Bende Sándor se, mert az elmúlt 3 évben nem igazán érdekelte egy gyergyószentmiklósi RMDS élete, egy gyergyószentmiklósi politikai élet. Most, ahogy a tét élesebb lett, erősebb lett, úgy néz ki, hogy akaratát akarja érvényesíteni, és ez az akarat, az én álláspontom szerint ez egy egyéni akarat, nem tükrözheti az RMDS álláspontját, mert ezek a fajta megnyilvánulások, kiszivárogtatások, ezek az övön alóli, úgymond rágalmak, ezek nem lehetnek az RMDS fegyverei, hiszen roncsák az egész közösségnek az imidzsit, nem csak az enyémét, nem csak a gyergyóiak munkáját, mert elsősorban mindig az összefogásról beszélünk, az autonómiáról beszélnek az RMDS-be, és valóson ezt úgy éreztem az elmúlt 3 évben, hogy nagyon sok ember ez irányába tett is. Az, hogy vannak néhányan, akik hajlamosok az elcsúszásra, hát az mindenhol van. Én sokszor hangot adtam annak politikai pártoktól, függetlenül elítélem az ilyent, és nem igazán tudom támogatni akkor, amikor magánérdekekre alapozva valaki előnyt próbál kovácsolni a saját számára, a rokonsága számára, vagy ehhez hasonló módon. Úgyhogy ameddig a gyergyószentmiklósi RMDS választmánya nem dönt másképp, és azt a mandátumot tőlem nem vonja meg, addig én a gyergyószentmiklósi RMDS jelöltje vagyok. Ezt a jelöltséget április 10-én szentesítjük. Addig is nyitottak vagyunk mindenkivel szemben mindenféle fajta tárgyalásra. Az érdek az nem egyéni, hanem mindenképpen a gyergyószentmiklósi emberek érdekét követtük, kövessük ezután is. És hogyha valaki meg tud győzni, hogy ezt másképp kell csinálni, akkor az emberek érdekében mi ezt tudjuk másképp is csinálni, addig meg mindenképpen elítéljük az ilyen övön aluli játékot. Bajkó László szerint a hírportálon keresztül történt kiszivárogtatás etikátlan és lejárató szándékú, mert a szervezet belső információként kezelendő eredmények nem a nagy közönség számára készültek, sarkítva tükrözik a valóságot. A polgármester jelölt úgy véli, Bende Sándornak nincs joga nyomást gyakorolni, egyességeket kötni senki feje fölött, és Maros-Hévízről eldönteni, hogy mi a legjobb a gyergyószentmiklósiaknak.
Bányász Lehel, a Gyergyószentmiklósi RMDS elnöke érdeklődésünkre megerősítette, hogy a választmány továbbra is polgármesterjelöltként támogatja Bajkó Lászlót, ugyanakkor április 10-éig nyitottak a választók érdekeit képviselő észszerű javaslatokra. Bende Sándort, az RMDS Gyergyó területi elnökét telefonon sikerült elérni, és elmondta, hogy ő továbbra is fenntartja korábbi álláspontját ebben a kérdésben. A nyilatkozatát, véleményét a Gyergyószentmiklósi polgármester jelölésről a Fénytelevízió nézőivel is ismertetjük holnapi híradónkban. A Gyergyószentmiklóst ábrázoló térképen már bejelölték azokat a gócpontokat, amelyek prioritást képeznek a térfigyelő kamerák elhelyezése kapcsán. Többek között a városbejáratok, a Roma iskola, a főtér, a Kaufland, a Gödrös utca, Zöldségpiac, Örmény templom, Szent István templom térségét tudnák figyelemmel követni. A remények szerint nyáron már így módon rögzíthetnék a kihágásokat, rendellenességeket. Holnap délutánig várják a lakosságtól a javaslatokat a térfigyelő kamerák elhelyezése kapcsán. A térfigyelők nem csak 24 órás felvételt készítenek, de ezek archiválása is a rendszer része lesz, ami azt jelenti, hogy ismeretlen elkövetők, illegális szemetelők, rongálók, garázdálkodók kilétének a felderítésekor hasznos segédanyagot képezhetnek majd, akár utólag is. A rendszert a helyi rendőrség 24 órás ügyeletes szolgálata figyeli majd, így bármikor közbe tudnak lépni, ha szükséges. A város közbiztonsága szempontjából több térfigyelő kamerát szeretnénk kihelyezni a város általunk kritikusnak vélt városrészeiben, és ez irányában már meg is kezdtük az előkészítési munkálatokat, hiszen már a helyi közbiztonsági szervezetek vezetőivel voltak egyeztetések, gondolok itt csendőrség, rendőrség, polgárőrségre, és közösen kijelöltük a város területén azt a 30 pontot, ahova a megítélésünk szerint szükséges fokozott figyelmet fordítanunk, éppen ezért térfigyelő kamerát szeretnénk kihelyezni. A térfigyelő rendszer előkészítésének jelen fázisában a lakók közreműködésére is számít a városvezetés, mivel sokszor ők tudják leginkább, mely városrészeken szoktak gondok lenni. A kamera felszereléséről javaslatot tehetnek, ezt pedig rövid indoklás, pontos helymeghatározás, esetleg fénykép és elérhetőség is kell kísérje. A beadványokat szakmai bizottság mérlegeli majd. A képviselőtestület az év elején a költségvetési jóváhagyásakor egy 100 000 lejés keretet hagyott jóvá, és úgy gondoljuk, hogy több lépcsőben szeretnénk ezt a munkálatot kivitelezni. Az idén, amennyi belefér ebbe a keretbe, azt megoldjuk, igyekszünk megoldani még a nyár előtt, majd azt követően a későbbiekben, természetesen ugyancsak költségvetés függvényében több lépcsőben kivitelezhető a fennmaradó kihelyezendő kamera kihelyezése is. Azzal a kéréssel fordulunk a gyergyószentmiklósi lakosokhoz, hogy amennyiben megítélésük szerint a város területén vannak olyan kritikus pontok, ahol úgy gondolják, hogy térfigyelő kamerát szeretnének kihelyeztetni, jelezzék ezt számunkra, és az önkormányzathoz tegyék le ilyen jellegű javaslataikat. Ma reggelig 4 lakossági javaslat érkezett a polgármesteri hivatalhoz. A Pacsirta utcába, a Nikolaj Bölcseszkó utca felső, körforgalom felőli szakaszára, a Kisköz és a Budai Nagy Antal utcák környékére szeretnének térfigyelő kamerát. A 4. javaslatcsomagnak számít, mivel több városrészt is megjelöl. A beadványt készítő alapos munkát végzett, hiszen külön indokolta, hogy szerinte miért lenne szükség a vasúti átjáróhoz, a Szent Miklós szoborhoz, a Műjégpályához, a Kárpátok és Temető utca kereszteződéséhez, a Kőkereszt környékére és a Jakab Antal térre térfigyelő kamera. Javaslatokat csütörtökön 15 óráig lehet benyújtani a Városháza iktatójába. A kamerarendszer több kritikus helyzetet is megoldana, hiszen sok olyan eset van, amikor nem lehet kideríteni, ki követte el a kihágást. A kamera nem fog tudni megoldani minden esetet, viszont megelőzés szempontjából, valamint az ügyeknek a kezelési szempontjából nagy segítséget fog nyújtani, hiszen tudni fogjuk és látni fogjuk azon elkövetőket, akik az illető kihágásokat elvégzik, viszont megelőzni nem fogja tudni teljes mértékben, de az a tudat már, hogy a város területén ilyen kamerák vannak ehhez, úgy gondolom, hogy mindenkit nagy mértékkel fog befolyásolni, óvatosabban fognak illegális szállítmányokkal is közlekedni, vagy illegális kihágásokat elkövetni. A városvezetés idén a kamerarendszer fővonalának megépítését tervezi, valamint annyi kamerát szerelnének fel, ahány beleférne az erre a célra elkülönített 100 000 lejbe. Az elkövetkező években pedig tovább bővítenék majd a rendszert.
Kedden elfogadta a szenátus az újdonsült apukák szülési szabadságát 15 napra hosszabbító törvénymódosító tervezetet. A jelenlegi jogszabály szerint a férfiak 5 fizetett szabadnapot vehetnek igénybe szabadságukon felül, gyermekük születése után. A törvénymódosító tervezetet a liberálisok 2 szenátora és 1 képviselője terjesztette be a parlamentbe, és a képviselőháznak is meg kell szavaznia, hogy érvénybe lépjen. A tervezet azonban feltételhez köti a 15 napos szülési szabadság igénybevételét, az apukáknak bizonyítania kell, hogy előtte elvégzett egy szülésfelkészítő tanfolyamot. A csíkszeredai Nagymező utcai fallabda pályára látogatott március 29-én kedden délután Borbúj Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke. Szász László tulajdonos, a Transylvanian Tennis and Squash sportegyesület elnöke fogadta a megyeelnököt, éppen gyermekeknek tartott edzést. A megyeelnök arra biztat minden Hargita megyei sportegyesületet vagy sportklubot, hogy pályázzon bármilyen hivatalosan elismert sportágban való tevékenységre, mert megéri a befektetett energiát. Már csak 2 nap van hátra április 1-jéig, a megyei tanács pályázati kiírásainak határidejéig. Betonozhatunk, aszfaltozhatunk, az nem sokat ér, ha a lakosság nem folytat egészséges életmódot, jelentette ki a megyei tanács elnöke, gratulálva Szász Lászlónak a tevékenységéhez és a megvalósításához, amely szerinte példaértékű az egész megye számára, ugyanis Hargita megye első minősített fallabdapályáit tavaly februárban avatták fel, amelyről a Squash Szövetség képviselői megállapították, hogy az ország 2 legjobb minőségű pályájáról van szó. Még néhány nap van április 1-jéig, és hát mindenkit arra ösztönzök, akik sportéletet szerveznek, hogy nyújtsák be pályázatukat. Igaz, hogy nem olyan egyszerű Hargita megye tanácsához pályázni, de nagyobb összegekről van szó, tevékenységekről, felszerelésekről, versenyekről, felkészülésről, amire talán megéri az idő és az energia. Itt ebben a squash klubban is pályáztak a múlt évben, és én bízom benne, hogy ez is segítségű volt ahhoz, hogy jó teljesítményt tudjanak elérni, megyénk hírnevét öregbíti számos sporták, nem olyan öreg, nem olyan koros ez a sportág itt Hargita megyében, de annál nagyobb eredményeket sikerült elérni, úgyhogy ezért én gratulálok itt a Taplocai Tenisz és Squash Klub tulajdonosának, az itt működő egyesületnek, de ugyanakkor én arra ösztönzök mindenkit, hogy bármilyen sportágban, ami hivatalosan elismert, abban nyújtsa be a pályázatát, és hát én bízom benne, hogy minél marább tudunk eredményt hirdetni. Tehát április 1 és hibátlan, pontos, teljes pályázatokra van szükségünk, hisz az egy vesző hiba is a megyei tanácsnál ez a kizárást jelenti, hozzá kell ezt szokni, de ellenben bízom benne, hogy több tíz, akár több mint 100 nagyon fontos sportklub tevékenység támogatásra fog kerülni, és hát mind építkezhetünk, betonozhatunk, aszfaltozhatunk, hogyha a gyerekeink, a felnővő nemzetik nem kap esélyt a minőségi sportra, nem kap esélyt hát a fizikai megerősödésre, akkor talán sokat veszt ez a társadalom, úgyhogy nagyon fontosnak tartjuk a sportkiírásunkat, kell jönni rá pályázni, és hát bízom benne, kb. Egy hónapon belül fogunk nyerteseket is hirdetni. Borbój Csaba ugyanakkor gratulált Szász Kincsőnek, aki 2-szeres ifjúsági országos squash bajnok. Büszkélkedhet vele Csíkszereda és az egész megye. Ez egy országos bajnokság volt a junioroknak, ahol minden az egész országból jönnek velem egyidősök, és nálamnál kisebbek és öregebbek, és hát ez az egyik legfontosabb verseny az egész évben, és hát ez számít, hogy aki megnyeri ezt a versenyt, az lesz az első Romániában, és ezt a címet egy évig tudja tartani, és jövőre ugyanúgy megismétlődik ez a verseny. És hát nagyon örülök, hogy első lettem, mert egy élmény ezekre a versenyekre járni, és a társaság meg minden nagyon jó, meg a maga a meccsek nagyon kemények, és kell dolgozni, szóval elég jó.
A Hargita megyében tevékenykedő jogi személyiséggel rendelkező, nem kormányzati és nem profitorientált, bejegyzett civil szervezetek idén április 1-én 13 óráig adhatják le pályázataikat Hargita megye tanácsa iktatójában, valamint a területi irodákban 10 óráig. Gyergyószent Miklóson a Szabadság tér 15 szám alatt ifjúsági, kulturális, szociális, turisztikai, sport- és tűzoltó egyesületeknek való visszanemtérítendő támogatás igénylésére. Részletes információkat a pályázatok.hargitamegye.ro honlapon találnak. Tavaszi nagytakarítást szervez a Gyergyószentmiklósi Polgárőrség. Csütörtökön 17 órára várják mindazokat, akik részt vennének az akcióban, amelynek során a környező mezőket tisztítják meg. A kezdeményezéshez csatlakozók a Polgárőrség kórház utcai székhelyétől indulnak holnap délután. Jól haladnak a restaurálási munkálatokkal Székelyudvarhelyen a Haberstrumpf villában. A kivitelező megfeszített tempóban dolgozik azért, hogy az április végi határidőt tartani tudja. Mint ismeretes, a Betlen lakótelepi villa néhány éve képezi a város vagyonát. Az épületbe májusban költözik be a Hátrezső Múzeum. Ekkor hagyják hátra a Kossuth-Lajos utcai bérelt ingatlant. A Makobsz Kft. Munkatársai nem tétlenkednek a villánál, az április végi határidőig megfeszített tempóban dolgoznak. A látványos épület rehabilitáció egyszerre több fronton zajlik, az épület tulajdonosa, Székelyudvarhely polgármester hivatala, mely úgy döntött, ide költözteti a Kossuth-Lajos utcában székelő múzeumot. Miklós Zoltán, az intézmény igazgatója azt mondta, elkezdődött a kerítés elemek legyártása, a homlokzati fa elemekről levett minta alapján készítik az 1,6 méter magas elemeket. Megtudtuk, több előregedett fát kivágnak, de helyükre újakat ültetnek az udvarrendezési tervek szerint. A Haberstrumpf villában számos kiállító és egyéb adminisztrációs tér kap helyet, az igazgatói iroda például a legfelső emeleten lesz. A májusban esedékes költözést egy képzőművészeti kiállítással ünnepli az intézmény, akkor már az udvarhelyiek is betekintést nyerhetnek az épületben. Úgy tervezzük, hogy amikor mi ugye át tudjuk venni az épületet, illetve a nagy közönség elé tudjuk tárni, akkor már egy képzőművészeti kiállítással nyissunk. Az Erdély Művészeti Központ Sepsiszentgyörgyről hoz egy olyan kiállítást, amely valójában a 20. századi erdélyi képzőművészetnek egy lenyomatát fogja jelenteni, és ez egy olyan kezdés lesz, amely által szeretettel várunk minden székelyudvarhelyit megismerni, egyrészt a gyűjteményt, másrészt pedig természetesen az új épületet. A Haberstrumpf villa lesz egyébként az egyik azon ritka közintézmény, amely fűtését a városi távhőszolgáltatással oldják meg. Ezen is dolgoznak most a szakemberek. A Hátrezső Múzeumban az elmúlt időszakban nagyobb figyelmet kaptak a Haberstrumpf családhoz tartozó 100 évesnél is idősebb levelezések, kéziratok, személyes tárgyak, egyebek mellett például a villa alaprajza is megtalálható az intézménynél. Ezeket méltó helyet keresve nekik kiállítják a villában, mondta Miklós Zoltán. Az épület feljavítása során egyébként előkerült egy 1899-es deszkadarab is. Erre az ácsok ceruzával írták fel nevüket, s olyan helyre szegelték fel, ahol tudták, hogy megmarad az utókor számára. Ezt is konzerválják, tette hozzá az igazgató. Itt a múzeumnak a gyűjteményébe lett megőrizve ez a terv, ami tényleg érdekes, amit megnéztünk, hogy hogyan képzelte saját magának akkor a külső kertjét, meg a hátsó udvarnak is a lényegét. A Haberstrumpf villa 1500 négyzetméter hasznos felülettel rendelkezik, hozzá 50 árnyi terület is jár. Ezek voltak ma híreink, hamarosan következik a Székely Konyha főzőműsor. Friss információkkal holnap is várom Önöket. Szép estét, viszontlátásra!